Hello, Dusty! Ezúttal pedig egy olyan listát hozok nektek, amit már többen kértetek, ami nem más, mint a... Igen, végre elhozom nektek a waifu listát, amit többen is kértetek. Ha esetleg valaki nem tudja, hogy mi is az a waifu, az otakuk szokták használni azokra a 2D-s lányokra, akikkel szívesen összeházasodnának. Szívesen látnák párjukként, barátnőjükként, vagy csak akár kémkednének utánuk. Szóval erről van szó. Nagyon nehéz volt egyébként összeválogatnom 10 nevet, de végül sikerült, sőt nem is 10 lett, hanem 11, majd meg tudjátok, hogy miért. De még mielőtt belevágnánk abba a listába, ténylegesen azért elmondom a szempontokat. Három fajta szempont volt, az egyik az, hogy elmúljon az illető 17 éves. Ugye 16 éves kortól lehet házasodni Japánban is és Magyarországon is. Remélem már ilyen vén szamár vagyok, azért egyre feljebb öttem azt a korhatárt. És nyilván ott van a külső, meg a belső, ugye ezek tipikus szempontok. Ugye sokszor a belső döntött a rangsorolásban, szóval azért a belsőt azt eléggé komolyan figyelembe vettem. De most már tényleg lássuk azt a listát. 11. helyen Shimamura Uzuki áll. De miért is 11. helyen? Miért nincs benne a top 10-ben? Hát sajnos az idoloknak általában nem lehet párkapcsolatunk, szóval ez így elég bukott ügy. De mivel annyira szimpatikus egy lány, ezért muszáj voltam egyszerűen megemlíteni. Kezdjük azt, hogy piszok aranyos, nagyon szép mosolya van, szóval külsőleg nagyon ott van szerintem. Nincsenek eltúlozva a méretei, ha tudjátok, hogy miről beszélek. Pont jó. Belsőleg pedig nagyon tetszik ez a határozott és erős pozitív kisugárzása. Oké, hogy azon kívül, hogy Gambarimasu nincs túl nagy szövege általában, de valójában egy mélyebb karakter, mint gondolnánk, és most, hogy nézem az animét, pont róla van szó, és hát igen, ő is, neki is megvannak a maga problémái is, a maga módján próbál megküzdeni. De nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon aranyos, és tetszik ez a nagyon erős pozitívuma, tehát ez a pozitív kisugárzása. 10. helyen Kriszka Barcsenova áll. Hát, hogyha a külsőkről van szó, akkor szerintem nem nagyon kell vitatkozni a dologról, mert tök egyértelmű. De általában nagyon tetszik, ahogy a japánok az oroszlányokat ábrázolják az animében. Van egy kis sztereotípiájuk, tehát az nyilván benne van, de Kriszka dizájnja különösen tetszik. Belsőleg nem igazán fogott meg, de kifejezetten panaszom nincs rá, tehát ha már rajta van a waifu listán, akkor nyilván elfogadnám a nap bármelyik pontján, reggelire, ebédre, vacsorára, de kezdjük ott, hogy ő egy katona, és nem igazán szeret megnyílni mások előtt a kis hugán kívül. De amikor megnyílik, akkor egy meglepően nőies, aranyos és kedves személyisége van végül is. És lehet vele szimpatizálni, szóval... 9. helyen Sumiyoshi Chisato áll. Az Ultimate gyerekkori barát, szóval egy ilyen sztereotípiát sem hagyhattam ki. Külsőleg nagyon aranyos, ezt egyébként nagyon sokszor fogjátok még hallani tőlem. De ez így igaz, és kifejezetten tetszik ez a hajstílusa. De ami igazán tetszik, az a személyisége. Játékos, kicsit huncut, jó társaság, humoros, szóval szívesen elfogadnám én is gyerekkori barátnak. És még csak nem is szívbajos, tehát amikor véletlenül letapiszt a gyerekkori barátja, akkor nem úgy reagált, hogy jaj, hanem csak vigyorgott és mosolygott, és mondta, hogy csikiz, legalábbis én úgy emlékszem, hogy ezt mondta. Na mindegy, annyi biztos, hogy remek waifu lenne belőle. 8. helyen rossz vágyszál. Szerintem ő sem kifejezetten szorul magyarázatra, de azért azt megemlíteném, hogy ez az egész valkűr dizájn, ez kegyetlenül tetszik. Engem mindig is érdekeltek a valkűrök, meg tetszik ez az egésznek a mitológiája, szóval ő pont beleesik ebbe. No, térjünk rá a személyiségére. Hát a személyiségéről túl sokat nem tudunk, legalábbis az animében, én pedig spoilereket nem fogok nektek mondani azoknak, akik nem követik a light novelt. De annyit tudunk, hogy ugye elég határozott egyénisége van, és eléggé jól tud harcolni, szóval az elég nagy pozitívum. A másik pedig mondjuk elég unrealisztikus, tehát hogyha a külsejét figyelembe vesszük, de állandóan sír azért, hogy már ennyi idős és még mindig nem volt egy pasia sem.
Na, szerintem lenne egy jó pár jelentkező erre. Többek közt én. Egyébként ez egy kicsit túl komolyan veszi a dolgokat, és kicsit túl merev, kicsit túl komoly. De van egy házias oldala, és szerintem elég jó waifu materiál. Több ponton is. Hetedik helyen Fahrenheit Elizar. Igazából akkor tudatosult bennem, hogy remek waifu materiál lenne, amikor az animében megláttam ebben a ruhában. Ha ez nem gyönyörű, akkor fogalmam sincs, hogy mi az. Ő nem csak szép, hanem kifejezetten gyönyörű. Bár ez szerintem mindenkiről elmondható ezen a listán, de nagyon tetszik a haja, én eleve nagyon szeretem a hosszú hajat, a hajszínének az árnyalata, és azt, hogy nagyon szép alakja van, tehát nincs eltúlozva az ő alakja sem. Pont jó! A személyisége pedig olyan, amiről szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok fiú álmodozik. Elég erős igazságérzete van, nagyon kedves, segítőkész, elég bátor egyébként, de ugyanakkor van egy ilyen nőies, lányos oldala is, ami hát nagyon aranyos. Hatodik helyen Yukine Crystal, és azt kell mondanom, hogy nem csak piszok szexi, hanem nagyon-nagyon menő is. És valahogy engem vonzanak az ilyen vagányabb lányok. Minden esetre nem sok hozzá hasonló lányt láttam még animékben, szóval ez hatalmas nagy plusz. Igen, belső. Szóval kedves, aranyos, segítőkész, törődő, nagyon sokat foglalkozik másokkal. Főleg így miután már megnyílt, ugye már a harmadik évadban járunk, lassan vége. Bátor, szinte már vakmerő, sőt nem szinte, hanem tényleg az. És ugyanakkor neki is van egy ilyen aranyos, zavarba eső, sőt elég könnyen zavarba tud esni oldala, ami ezzel a cündere személyiségével eléggé megfogó. Kifejezetten egyébként nem vagyok oda a cünderékért, de Krisznek több mint el tudom nézni. Ötödik helyen Amakusa Shinoa, és igaz, hogy bizonyos méretekben elmarad az előzőektől, de szerintem ő is egy nagyon-nagyon gyönyörű lány. Van benne egyfajta elegancia, kecsesség és nőiesség, ami azért megfogott. De amiért igazán kedvelem, az a személyisége. Tehát hány olyan lány van, aki szereti a piszkos és pervers poénokat, és főleg ennyire nyíltan felvállalja. Nagyon poén lenne egy ilyen valakivel beszélgetni egy általánosságban, és akkor néha elsütni egy ilyen pervers poént, és venni a lapot, nem úgy, hogy vaj, te büdös pervers, hanem igenis, nem komolyan, hát mondjuk ő néha komolyan veszi, csak ugye perversségként jön le neki, mert ez már neki annyira hétköznapi, de szerintem értek, hogy miről van szó. És emellett elég okos, tehát jó tanuló, mint a diák, és én mindig is tiszteltem az okos és intelligens embereket. Negyedik helyen Morishima Haruka áll, és hát ő sem szégyenkezhet kifejezetten, hogyha a méretekről van szó. És ő is egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép lány. Itt most megint meg kell mindenem a személyiséget. Egyszerűen annyira poénos és vicces lehet vele együtt lenni, hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokunknak az álma egy ilyen lány. Kedves, aranyos, rendes, energikus, árad belőle a jókedv, szóval mellette biztos, hogy nem lehet beunatkozni. Harmadik helyen Amil Manaflare áll. És ugyan neki nincsenek meg a méretei, de szerintem egy piszok szép lány. A mosoly az pedig kifejezetten tetszik, tehát hogyha előttem levágna egy mosolyt, szerintem én ott helyben így... Végem kész. Ha személyiségét nézem, akkor első nem tűnhet túlzottan kiemelkedőnek, de minden megvan benne szerintem, ami kell. Tehát árad belőle is a pozitívum, nagyon kedves, rendes, segítőkész. És ami a legjobban megfogott benne, az, hogy tud főzni. És annyira finom kenyereket készít a kis boltjában a többiekkel, bár én ugye nem kóstoltam nyilván, hogy az már legendás. Tehát a szigeten konkrétan legendája van. És nagyon nagy hírneve. És hogyha ő nem wife materiál, akkor nem tudom, hogy ki az. Ő már tökéletes wife materiál. És aki innentől jön, másik két lány, ők is tökéletesek. De akkor itt megkérdezhetnétek, hogy miért van csak a harmadik helyen. Ez egy nagyon jó kérdés. De olyan egyszerű magyarázatom van rá, hogy egyszerűen valahogy rangsorolnom kellett őket. És az nem lenne túl fair, hogyha az első helyen három lány neve lenne. De akár őt is el tudnám képzelni elsőnek. Másik helyen Alicia Melchiott áll, és két dolog miatt került előrébb a listán, mint Amil. Hát az első dolog az, hogy... A másik dolog pedig az, hogy ő egy katona. És azért egy
nőnek katonának lenni nem kis dolog. Ráadásul ő egy elég bátor fajta, tehát nem futamodik meg semmitől, hanem igenis merész. Ő is nagyon-nagyon kedves, nagyon segítőkész, nagyon sokat foglalkozik a társaival, és ugyanúgy, mint Amir, ő is egy pékségben dolgozott, már amíg ki nem tört a háború, vagyis pontosabban a háború el nem érte őket. Az első helyen pedig Kasumi Gaoka Utaha áll. Külsőre nem hiszem, hogy szorulna bármilyen magyarázatra is, de ő is egy hihetetlenül gyönyörű lány, és nagyon tetszik a haja is, így ezt kiemelném. Ugye már mondtam, hogy én nagyon szeretem eleve a hosszú hajat. És azért nincsenek eltúzott méretei. Bármennyire is szeretem a telt formákat, ha valami túl nagy, az azért az már túl nagy. De ő pont tökéletes ezen a téren. Ha a személyiségére térek rá, akkor mivel több ő, mint az előző két lány? Róla még azt se tudjuk, hogy egyáltalán tud-e főzni. Hát kezdjük ott, hogy rendkívül intelligens és tehetséges. A tehetséget nem feltétlenül szoktam túlzottan sokra tartani, de az intelligenciát az mindenféleképpen. Segítőkész, önfeláldozó, ugye íróról van szó, nekik pedig van határidő, ugye egy-egy műre, és hajlandó feláldozni a szabad idejét, hát végül is a szerelmére. Emellett van egy Harukához hasonlóan játékos oldala is, ami nagyon-nagyon megfogott, és talán ez fogott meg a legjobban. Ehhez viszont ismerni kellene Utahát, mert így most hiába mondom el nektek. Példálozni meg nem akarok, mert ezzel elmenne az idő, meg szerintem tök fölösleges. Ha érdekel Utah, akkor nézzetek utána. Lehet, hogy már sokan ismeritek is. Na, ez volt az én waifu listám. Sajnos sokat ki kellett hagynom a korhatár miatt, mint kifejezetten sajnálom. Az Idol Master Cinderella Girls-ből ő a kedvenc karakterem. De sajnos ez van. Ezúttal csak animéből választottam lányokat. A játékokból szerintem egy külön listát kellene csinálni. Ha esetleg érdekel titeket, akkor csinálhatok egy játékos waifu top 10-es listát is. Itt a videó végén még hozott nektek egy kis érdekességet, ugyanis az egyik lánybarátomtól kértem egy waifu listát, mert érdekelt, hogy hú, neki milyen waifuai lehetnek. És itt láthatjátok végül is a listát. Legtöbbjüket nem ismerem igazán, csak valamennyi fogalmam van róluk. De azért érdekességképpen, főleg ha ezeket ismeritek, akkor itt van összehasonlításként. Függetlenül attól, hogy fiúk vagy lányok vagytok, ha vannak waifuaitok, akkor írjátok le a komment részekben, mert nagyon-nagyon érdekelnek. Szokás szerint köszönöm a figyelmet, a következő videóig pedig sziasztok!